Majd az egyszer most megmutatja, hogy kell fülbe harapni, hogyha már nagyon harapdál. Kicsi kutyát még nem nevelünk. Fülbe. Nyugodtan lehet nevelni. Nem. Miért az alomtársak szerinted mit nagyon csinálnak? Nagyon minimálisan. Nyugodtan lehet. Fél éves korától kell. Bizonyos szabályokat fel kell állítani. De az, hogyha beléd harap, és az neked fáj, azt nyugodtan ja, megmondhatod. Persze, akkor, nem, az alomtársak is egymást harapdálják, aztán igen, amikor de... fáj, akkor vinnyom. Nem. Okos, jól van. Gyere. A sírást kéne, hogy abba hagyja, mert ez... Hát az egyetlen... Habja, hagyjátok bekapcsolva neki a rádiót. De mikor kint van, tehát be akar jönni, és azért sír. Hát azt meg majd meg fogja szokni. Mi van, kamukám? Morhás vagy? Iha, mi lesz ebből? Iha, kicsi a rakás! Kicsi a rakás! Ugye beleharapnak kamuba. Na, haveri galeri? Kamu! Nézem a kamuba, hogy bármit is csinál a kicsivel. Oda morrantana egyet. Annyira cuki. Nagyon jó ez a nyökör. Óvatosan finoman cumizunk. Óvatosan finoman kis tűfogaiddal. Nem, mert ez egy két hét alatt nem nővel a kutya. Hát jó, hát nyilván. Nő, de ezért nem fogtok lemaradni semmiről, ne aggódj. Sári! De meg fog nőni. Gyere, Sári! Ez még nem a génmódosított, ezek még nőnek. Lehet, hogy már Japánban, vagy Kínában van olyan, ami ilyen kicsinek marad. Bonszájvizsla. Bonszájvizsla, igen. Milyen jól néznek neki. Okos!